A gyerekeket is megihlette Nemzeti Himnuszunk születésének 200. évfordulója, ugyanis ebből az alkalomból a Babics Mihály Kulturális Központ rajzpályázatot hirdetett, amire számos pályamű érkezett be. Ez azonban csak egy volt a sok program közül, amit az intézmény megszervezett a Magyar Kultúra hetében. Több színházi előadással, könyvbemutatóval, művészetek házában koncertekkel, rajzkiállítással és sok-sok érdekes műsorra emlékezünk meg ezekről a jeles jubileumi pillanatokról, illetve ezekről az eseményekről. És azt hiszem elmondhatjuk azt az örömteli tényt is, hogy hosszas munka után, több mint egy év kemény munkája után ezek a rendezvények hasonlóan a többi rendezvényeinkhez szinte mint teltházasak. A Magyar Kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsei Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le csekén a himnusz kéziratát. Az egyhetes rendezvény további részében Nyári Krisztián író tart rendhagyó irodalomórát a középiskolás diákoknak a kulturális központban, majd kedden este a Kultúrkortyok elnevezésű programsorozat keretein belül író-olvasó találkozóra is lehetőség nyílik. Ez az emlékév párosul ebben az évben Petőfi Sándor születéséhez köthetően szintén egy 200 éves jubileumhoz. Jeles költőnk 1823. január 1-én született, úgyhogy ez az egész évad mind az országban, mind itt nálunk a városban nagyon sok érdekes hagyományőrzés kulturális eseménnyel fog gazdagodni. A Kultúra hetét szerdán egy színházi előadással zárják majd. A Dériné Ifjasszony című produkció ingyenesen tekinthető meg január 25-én este 19 órakor a Babics Mihály Kulturális Központban. A részvételhez azonban regisztráció szükséges.